Tisztelettel köszöntöm a Dunaszerdahelyi Városi Televízió minden kedves nézőjét. Vítam vás pri obrazovkách, milí diváci. 2001 egyik műsorában így köszöntötte a nézőket Nagy Anikó a magyar, Bán Mária pedig a szlovák részben. Az egyik őszi műsorban pedig beszámoló hangzott el az országos sportnapokról. A kezdeményezésbe Dunaszerdahely is bekapcsolódott, ahol 6 hét alatt számos program várta a különböző korosztályokat. A járás méretében én azt mondhatom, hogy nagyon sikeres akció volt ez a 6-7-es sportnapok. Úgy a egyes községekbe, egyes iskolákba, testnevelési egyesületek szervezetébe és a többi tömegszervezet is bekapcsolódott, azt lehet mondani, hogy nagyon sikeresen. A gokart pályán 21 évvel ezelőtt sok versenyt rendeztek. A helyi karting klub akkori tehetsége, Robárek Leonard arról nyilatkozott, hogy az előző évhez képest rosszabb eredményt elérve 6. lett a kategóriájában. Biztos, hogy a motorhiba volt, mert egyszer úgy volt, hogy lelassult, másodszor meg ment, úgyhogy csak motorhiba lehet. Én jobbra számítottam, de hát így alakult a dolog. Remélem jövőre már jobb lesz. Nem csak az, hogy esetleg tavaly meglepetés voltál, most meg már jobban megismertek a versenyzők, és jobban is vigyáznak rád a többiek is? Nem, az nem úgy van, nem nagyon vigyáznak rám. December elején izgatott tömeg gyülekezett a Városi Művelődési Központ előtti téren. A nagyok és főleg a kicsik a Mikulás érkezését várták. A Nakonkszipan Polgári Társulás karácsonyváró játszóházat szervezett. A nyilatkozó gyerekek között volt Kevicki Tünde, akit ma énekesként és énektanárként ismerhetünk. Még nem foglalkoztam ezzel a kerámiával, most meg szerettem volna próbálni. Hát valami karácsonyjal kapcsolatosat szintén, ilyen Betlehemet szeretnék megpróbálni, ha sikerül. Egy édesanya a két gyermekével érkezett a rendezvényre. Kislányom táncol, úgyhogy ő volt az, aki meginvitált ide minket, és elhoztam a fiamat is, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Mit készítettél? Mondd meg a bácsinak. Készítettem sünit, gombát, karácsonyfát. Fontos 2001-es történés volt, amikor az Amerikai Egyesült Államok szlovákiai nagykövete városunkba látogatott. A diplomatát Pázmány Péter Dunaszerdahely akkori polgármestere fogadta a városházán. I have some information. I've studied what is going on in Slovakia. I am not familiar with all of your local laws and regulations. I do know that many laws have been passed to try to bring more equality for all of the minorities in Slovakia, and I think that is very important that this be accomplished. The United States was built upon equality of all minorities, and now it is a country of minorities together as a united nation. I hope in the future that the minorities of Slovakia can be looked at all as Slovakians with different backgrounds. Szlovákiában 2001-ben tartották az első megyei választásokat. A Dunaszerdahelyi járásban mind a 8 képviselői helyet az MKP szerezte meg. A tavaly elhunyt művelődész szervező Huszár László az egyik választási bizottság tagjaként nyilatkozott a Városi Televíziónak. Hát összehasonlítva a járásunkat a többi járással, akár a magyar lakta, vagy részben magyar lakta járásokkal, illetve a szlovák járásokkal, akkor elmondhatjuk azt, hogy bármilyen alacsony részvétel volt az országban, mi mindig a legmagasabb részvételi arányt értük el. A Szent György kórus 21 évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét. A zsúfolásig megtelt Szent György templomban első alkalommal adott karácsonyi koncertet, amely azóta hagyománnyá vált. Angyalok szózata minket ismi, értse meg ezt te hat minden hűszi, a kisgyert Jézuskát mi is hágyunk, mint a hívpásztorok magasztaljunk.